A Vas Albert gyermekrajzpályázat eredmény hirdetésével vette kezdetét Bonyhádon szombaton késő délután a Vas Albert emléknap és megemlékezés. Alsó tagozatos kategóriában a legjobb alkotásért járó elismerést Kerekes Kata nyerte el, míg a felső tagozatban Gáspár Andrea vehette át a legjobbnak járó oklevelet. 14 évvel ezelőtt Szabó László kezdeményezésére és közbenjárásával kerülhetett Vas Albert köztéri szobra a városba. Az ötlet megvalósulása hosszú és nagyon érdekes eseménysorozat volt. 2002-től kezdődő években ugye polgári körű mozgalom és egyéb ilyen nemzeti oldali mozgolódás eléggé magas szinten volt, és egy ilyen lakossági fórum keretében Pécsváradon vettünk részt, és ott az egyik helyi lakos fölvetette, hogy akkor volt ez éppen napi hír, hogy Budapesten a vérmezőn szerettek volna egy szobrot állítani Vas Albertnek, ráadásul pont ugyanezt a szobrot, amit végül is mi itt Bonyhádon felállítottunk, és hát azt szorgalmazta ez az úriember, hogy jó lenne talán valamilyen tüntetést vagy megmozdulást szervezni annak érdekébe, hogy mégis felállítható legyen ez a szobor Budapesten a vérmezőn. És akkor az előadó azt válaszolta, hogy hát nem kell itt tüntetgetni, meg mozgolódni, hogyha a fővárosnak nem kell, föl kell állítani valahol vidéken, mint ahogy nem sokkal azelőtt megtörtént ez Teleki Pál szobrával, amelyet végül is Balatonbogláron állítottak fel. Hazafelé jövet az autóban Kovács Gábor barátomnak, az ő nevét feltétlenül meg kell említenem, mert végül is vele ketten jártuk végig azt az utat, aminek a végén aztán fölállt ez a szobor. Megemlítettem, hogy hát mit szólsz hozzá, megpróbálhatnánk, vagy hát Gábor is, meg bennem is már akkor az volt, hogy hát ez egy eleve halva született ötlet, hát hogy jutnánk mi oda, hogy ezt a szobrot mi megszerezzük és felállítsuk Bonyhádon. De aztán végül is a gondolatot tett követte, és a Gábor-erdélyi kapcsolataink keresztül eljutottunk Holtmarosra, Barta József tiszteleteshez. A tiszteletes segítségével tovább Hamburgba, Vas Albert fiának családjához, akik végül a rendelkezésükre bocsájtották Kolozsi Sándor műalkotását, Vas Albert mellszobrát. A völgységi városban 2005. január 8-án állították fel az országban elsőként Vas Albert köztéri szobrát. A megemlékezésen az író-költő Jó lenne így című versét Genszler Tamás, a Petőfi Sándor evangélikus gimnázium diákja mondta el. Tóth Bence ünnepi beszédében kiemelte, az író munkásságából a hazaszeretet és nemzete iránti felelősség sugárzik. Fontos, hogy itt legyünk, eljöjjünk minden évben ehhez a szoborhoz és összegyűjjünk. De feltehetjük magunknak is a kérdést, hogy miért vagyunk ma itt. A legfontosabb, hogy mi magunk tisztában legyünk ezzel, hiszen csak akkor tudjuk átadni a többi embernek hitünket, gondolatainkat, és terelhetjük őket arra az útra, melyen elindultunk. De miért is vagyunk tehát itt? Azért, hogy emlékezzünk. Emlékezzünk azokra, akik óriási erőfeszítéssel és hatalmas munkával elérték, immár 14 évvel ezelőtt, hogy Vas Albert szobra itt állhasson Bonyhád egyik központi helyén, hogy aki elmegy mellette, az találkozzon írófejedelmünkkel, és legalább esélye nyíljon rá, hogy megismerje, utána nézzem, és esetleg beleszeressen műveibe, gondolataiba. Ezúton is mély tisztelettel köszönjük alázatos és áldásos munkájukat. Bonyhádon 11 éve tartanak a Vas Albert Törzsasztal és a Vörös Marti Mihály Művelődési Központ együttműködésével emléknapot az író hagyatékának és szellemiségének ápolása céljából. A megemlékezés koszorúzással zárult.